Gelai Miklós gép, amelyet 2010-ben vásárolt, keveset tudott állapotban fél évig restaurálta, és a Tarka Landok vető, ugye, amiről beszéltünk itt délelőtt, kellett használni, ugye? Igen, amikor jó idő volt, levettük, és sajnos az eső ugye beszólt, és akkor világosan is. Villanyosan lehet működni ezzel, mert tényleg nem látunk még ilyen landau tetőt. Kikezdte nagyon gyors tenni. Ilyen gyorsan még soha nem tettem, szerintem még onnan csak egy elkezdődött, de nem értem a tudat. Nagyon jó, akkor itt lehet világcsúcsokat is döntögetni ezzel. Ha holnap itt lesz velünk, akkor megmutatja majd? Én megpróbálnak, hogy igen. Köszönöm szépen, és hogyan tetszett a mai nap, hol játszották a legjobban? Jó sikerült a verseny, nekem legjobban sikerült ez a kis döntőkető, tehát az inkább döntőkötés a végében, nem tudom, hogy lehetne nevezni, amikor gyerek a kettőt. Ez volt a Markazi végső feladat. A legjobban. Jó, most akkor nagyon figyelnek, úgy látom azért még versenyben vannak, mert megvan minden óra előkészítve. Jó a kísérő, úgy látom. Igen, a feleségem. Maximálisan. Köszönjük, hogy páros vagyunk. Helyes. Köszönjük szépen, és akkor ezt a landau tetőt holnap meg lehet majd nézegetni, hiszen volt már egy Tarka tetős BMW, de ez is egy nagyon-nagyon ritka darab, úgyhogy majd megnézzük. Na. Kipróbáljuk mindenképpen a... Az A kategóriában vagyunk, Siket István Moszkvics 407-esek ültült elénk, 1962-es a gép, ami ugye amerikai kopintással készült Moszkvics, erről már sokat beszéltünk. Vásárolt egy teljesen épp állapotban, az egy két évig nézegette ő, és immár 9 éve az övé, ma hogy ment? Jól ment. Nincs ne semmi gond vele? Hál' Istennek. Ja, ne kopogás, de igen értem. Milyen jó kis kormánya van, miből van ez? Ez valami meghatározhatatlan műanyag. Ki tudja, mit kevertek ki akkoriban a szovjetek. Hogy ment a mai rali? Jól ment, Detken sikerült a legjobban teljesítenem. Mi is volt Detken, már összekeverem. A labda, kis labdadobás, meg a gólrugás. Meg mindent kellett, tehát elég összetett volt. Ez a pincéres rész is ott volt. 82 000, illetve igen, 82 000 van a képen, ez az összes? Nem, az 8200. A kettes az a tényleg a százas, igen. Ez a felújítás óta, tehát 9 éve. No, hát akkor évente olyan 1000 kilométer megy a dolog. Akkor most hát nem kell nagyon sokat megtenni ezen az ügyességi versenyen, mondjuk nem is tudom hány méteres a pályánk, azt tudjuk körülbelül? Nem tudjuk. Nem tudjuk, de hát azt mondja, hogy 4-5 vissza, hát nagyon szűk kilométer, mondjuk egy laza kilométert kell beledobni ebbe a Moszkvicsba újfenn.